Sziasztok! Újra itt vagyok, és Sam... Ups, megmutattam a mikrofont. Szóval, Sam scriptelés tutorial, nem tudom, anyadik rész, 19. vagy kb. Vagy 20. nem tudom. És most ilyen rövid videó lesz, az, hogy hogy lehet random hirdetést generálni, szóval, mert valaki kérte. Szóval, megcsináljátok, hogy beadtok három hirdetést, és hogy azok közül valamelyiket random kiírja olyan percenként. Szóval, ilyen rövid izéke lesz. Izéke, igen, szeretem kimondani ezt a szót. Na, hát ez kell egy timer, ami arra jó, hogy percenként kirogassuk, ugyeber. Timeres videóban már mutattam, hogy kell ezt a részt. Szóval létrehozunk ezt a timert, ezzel úgymond létrehozzuk. A forward reklám timer. Zárójel bezár pontos veszővel. Itt az on-game mód itt előtt, szóval értitek. Rá lehet közelíteni. Control. Hát nem lehet ráközelíteni, hát akkor reméljük HD-ban lesz. Szóval Forward Reclam Timer, így nevezzük el a timerünket. És mit kell megcsinálni? Létrehozunk szépen stringeket, amiben a hirdetést helyezzük el. És nem egyesével hozzuk létre a hirdetés 1, 2, 3 ilyen változókat, hanem tömböt hozunk létre. Amit úgy lehet megcsinálni, hogy New hirdetés, kockázzárójel 3, kockázzárójel bezár, majd kockázzárója 128, kockázzárója. Ez azt jelenti, hogy három darab hirdetést fog létrehozni. Miért? Mert hangsúlyt felemeltem a végén, na mindegy. Három darab hirdetés nevű stringet fog létrehozni, ami 128 karakter hosszúságú. Szóval, hogy használni akarod ezt a hirdetés változót, akkor nem csak simán hirdetést kell írni, hanem hirdetés, majd a kockázzárójába utána egy indexet, ami 0-1-2, mivel... Tömböknél, hogyha beállítod, hogy hány szor hozza létre, először mindig nullával kezdi, szóval a legnagyobb index szám az a tömbök száma mínusz egy. Szóval 0, 1, 2, 3, és így három darab megvan. Szóval, ha több hirdetést akartok csinálni, akkor csak írjátok felül a számot, több szám, értedek, na. Hogy többet hozzon létre, nem tudok el. Az a baj, hogy így is kevesen értik meg, amit próbálok itt mondani. És hát aki már gyakorlott, az tudja, hogy miről beszélek, de aki például ezzel a videóval kezdél, az hiszi, hogy én nem mondok valamit rendesen el, vagy nem érti. És utána vagyis hagyja a tanulást. Na mindegy, hát nem tudom többször elmondani érthetőbben, szóval... Létrehozunk egy tömböt, ami három darab hirdetés streamből áll, ami mindegyik 128 karakter hosszúságú, hirdetés 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, miért? Na, mindegy. Na, on-game mode initnél elindítjuk szépen a timerünket, set timer, idézőjel, reklám timer, idézőjel, 60 000, true, zárójel, bezár, pontos vesző. Ugye beindítjuk a timert, ami 60 000 millisekundomonként, szóval 60 másodpercenként, ami 1 perc, percenként lefut, és a true azt jelenti, hogy ismételődjön. Szóval ne csak egyszer fusson le, hanem minden egyes, a szerv indulása után minden egyes percben lefusson. Ezután a stringeket, ami alapból üres, azokat most formázni kell a mód indításánál, szóval formot, hirdetés 0, itt lehet látni, hogy itt vannak az indexek a kockázzárójelben utána, szóval a nulladik hirdetés változót formázunk, aztán az első hirdetés változót, aztán a második hirdetés változót. A formatnek ugyebár a második paramétere az, hogy milyen hosszúságú. Itt nem lehet a size of funkciót használni az ilyen tömbnél, az ilyen indexszámosnál, szóval be kell írni manuálisan, hogy 128. És utána akkor idézőjelben beírjuk, hogy mi legyen a string. És akkor ezt szépen megcsináljátok, hogy minden egyes indexű hirdetés változót formázzátok a kívánt reklámszövegre. Például nálam itt a nullás indexű hirdetés az, hogy első hirdetés szövege, egyes indexű hirdetés az, hogy második hirdetés szövege, kettes indexű hirdetés szövege, vagy harmadik hirdetés szövege. Szóval értitek meg, vagy itt a 0-1-2 index, ami azt jelenti, hogy három darab van, ahogy mi létre is hoztuk. Mindegyik 128-as hosszúságú, és formázzuk őket. Szóval most van három darab hirdetés szövegünk, most már ki kell iratni véletlenszerűen percenként. Ezt könnyen meg lehet oldani annyival. Itt valamit el is... On player disconnect, na mindegy, nem is kell leállítani azt a timert. Na, akkor most jöjjön a timer rész. Lemegyünk a végére, és létrehozzuk a timernek a funkcionalitását. Igen, ez egy szép szó.
Na, elnézést, itt vagyok újra. Létrehozva ez a public, nem létrehozzuk, hanem csak leírjuk, hogy mit művel a timer. Public reklám timer, zárójel, kapcsolat zárójellel megnyitjuk, bezárjuk, és beírjuk középre, hogy mit csinál ez a timer. Létrehozunk egy változót, amiben majd a számot tároljuk, egy véletlenszerű számot, ami majd annak fog megfelelni, hogy milyen indexű lesz a hirdetésünk. Szóval van ez a random funkció. Random zárója és aztán egy szám. Ez azt jelenti a szám, hogy ugyanúgy, mint a tömböknél, hogy itt 3-ast írtam be, azt jelenti, hogy 0, 1, 2, ez a három szám van a random funkció, vagy ezek közül kiválaszt egyet. Ha mondjuk random 10-et írunk, akkor 0-tól 9-ig kiválaszt a számot. Ha random 100-at, akkor 0-tól 99-ig, és hogyha úgy akarjuk, hogy 0 legyen benne, akkor hozzáadunk plusz egyet egy utólag, de ez most mindegy. Szóval létrehozunk egy hirdetés száma nevű változót, amiben tároljunk egy random számot. Szóval new hirdetés száma egyenlő random 3, és így a timer minden percenként létrehoz egy random számot 0-tól 2-ig, szóval 0, 1, 2, valamelyik számot a 3 közül. Majd send client message to all, itt mínusz egy szín, az tök pénz, valamit beírtok. Aztán ide, hogy milyen stringet küldjön el, az, hogy hirdetés, és kockás zárójába pedig az indexet, amit mi a hirdetés számmal fogunk csinálni. Szóval lefussuk, hát még egyszer elmondom, nehogy itt baj legyen. Send client message to all, és utána egy olyan stringet küldünk el, hogy a hirdetésnek valamelyik index vizéjét, amit már itt előbb formáztunk. Lehet, van hirdetés 0, hirdetés 1, hirdetés 2. És előbb ugye generáltunk egy random számot, és mondjuk az lehet, hogy 2 lett, és így a hirdetés 2-t fogok hírni. Jó, mindegy, most nem bírom ezt még aprólékosabban elmondani. Ha megérted, ha nem, ezt egyszerű használni. Használtok akkor is, hogyha nem érted, de jó, hogyha érted, mert akkor te is tudsz magadnak csinálni. Szóval még egyszer átadom az egészet. Ugye már miatt elindulna a szerver, létrehozzuk itt a három darab stringet, meg a timert. Aztán elindul a szerver szépen, és elindul az a percenként ismétlődő timer. És szerver indulásnál egyből formázzuk azt a három stringet a kívánt hirdetésre. Majd percenként szépen lefut ez a timer, ahol kiválaszt egy random számot 0, 1 és 2 között, mondjuk itt a 2 lesz, és akkor elküldi a 2-es számú hirdetést összes játékosnak mínusz egy színnel. Na, de ennyi lett volna ez a videó. Ha van valami olyan ötletetek, ami olyan, mint ez, szóval rövid, és mégis érdekel, hogy azt hogy kell megcsinálni, mert most nincs kell ilyen frakciórendszert, meg ilyesmit megcsinálni, akkor írjatok, mert azt megcsinálom, de hosszút nem fogok, mert minden más dolgom is van, nincs is kedvem hozzá, stb. Magánélet, minden szar. És mellett még a szervert is próbálom csinálni, aminek már béreltem szervert, és sokan meg is találták, hogy ilyen random magyarok, mert böngészgettek ott a izénél, ott a Champ szarnál, tudjátok, az a lista, hol vannak a szerverek, és meg is találták páran, de elég furcsa dolgokat tapasztaltam, mivel még tesztfázisban van, de legalább így is jó, mert írtak reportot, hogy mi a szar ez, még hogyha nem is valami szép hangnemben, hogy nem tudják mondjuk ezt megcsinálni, mert akkor tudtam, hogy az vág és ki lehet javítani. Szóval egy pár dolgot megcsinálok, tesztelek a haverommal, vagy haverommal, több ki vállalkozik, és talán a publikus tesztelést csinálok, mindenki feljöhet, minden szarságot csinálhat, még nem is kell nagyon erpézni, majd ha már ki vannak javítva nagy bugok, akkor reszetelem az egészet, és normálisan mehet a játék. Ja, egyébként a héten tervezem, hogy csinálok egy olyan videót is, amiben ilyen szerver funkciókat vagy rendszereket fogok leírni egy ilyen külön videóba, mondjuk egy perc videó, ami bemutatja a bevásárlás rendszerét a szervernem. Na jó, már igazából ez a videó már 2 perccel nem is a videóról szól. Szóval, köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!